szép jó estét kívánok. Meg annyi előzménye van a mai beszélgetésemnek, egyik oldalról egy régi kollega a vendégem, akivel már megbeszéltük a főcím mienségét egyik oldalról, másik oldalról pedig szóba elegyedett Halász István operatőr kollégámmal. Tehát igazi szakmabeli a vendég, Romhányi Ádám, aki ugyanakkor nem csak mint operatőr rendezői minőségében van itt velünk ma, hanem mint sziklamászó. Szervusz Ádám, örülök, hogy itt vagy velünk. Szia Lajos, köszönöm szépen. No, a kezdet kezdetén operatőrként dolgoztál a Fehérvár Televízióban, méghozzá kiváló operatőrként. Aztán saját lábadra álltál, és az elmúlt esztendőkben azt figyelhetjük meg, hogy ha van valamilyen rangos rendezvény, akkor Ternák Ferivel, tehát a mi szintén kollégánk volt Rússzal, ti ott vagytok a kellős közepén, és remek filmeket készítetek most is. Honnét jött a gondolat, hogy önállósodj, hiszen tulajdonosként jegyzed a céget? Nem tudom. Elkezdtünk együtt dolgozni, de ez még jó régen volt. Nem is tudom, talán 99-2000, kicsit talán egy picivel előbb, igen. Akkor elkezdtem itt dolgozni nálatok, és akkor ismerkedtem meg a Trusszal. Hívjuk csak Trussznak, mindenki így ismeri, mert a városban, Ternák Feri kollégámat. És egy nagyon tehetséges, már akkor nagyon tehetséges vágónak tartotta mindenki, amúgy itt nálatok is, ha jól emlékszem. Mert hát én is rögtön láttam benne fantáziát, és elkezdtünk együtt dolgozni. Szépen lassan, szinte magától értetődő volt, hogy mi egy közös útra lépünk, ami saját elképzelések alapján megy. Trusszra visszatérve, természetes, hogy remek vágó, a HSE címet nem adják ingyen sehol a világon. Persze. Bejött ez a választás? Hiszen az emberek többsége nem is tudja, de számtalan olyan imásfilm készült általatok, ami reklámozza Székesfehérvárt, és bebizonyítja, hogy egy remek csapat vagytok. Bevált szerintem. Igen, hát mondhatni. Nem nagyon akarom ma a saját cégérünket dicsérni, de hát mások mondják, a visszajelzések azt szokták mutatni, többnyire nyilván vannak eltérő szubjektív vélemények is, de nagyon jókat csinálunk. Ugye most hirtelen beugrik nekem a Fehérvár hangja, hiszen a Fehérvár hangja most lesz már, gyűjtik a jelentkezőket. Igen. Aztán a Tele élettel film, és ami talán a köznapi ember számára is figyelemre méltó, és ugye az elmúlt esztendőben itt volt Carlo Ponti, a Ponti filmetek is remek, vagy az két éve volt? Nem tudom, azt hiszem, az két éve volt, két az a muzika szakra, volt. Igen. Tehát kiváló kész. Hol tartotok most? Hiszen nyilván egy kicsit olyan ez, mint nem a falmászás, mint a sziklamászás, hogy nem a megtett út a fontos, hanem a cél. Tehát amikor kitűztél egy célt magadnak, kitűztetek egy célt magatoknak, ahhoz képest hol tartotok? Ez jó kérdés. Közelébe se vagyunk még szerintem, az biztos. Remek kis ajánlókat csináltunk, de hát többféle, jó párféle más területen is mozgunk, már filmes területen, amikről nem hallani itt nyilván, ezek céges referencia filmek, de ott is hála Istennek elég magas szintre el tudtunk jutni. Országos, illetve nemzetközi porondon is egyaránt. Óriás cégeknek dolgozunk és dolgoztunk minden mai napig. A nagy játékfilm. Az álom? Hát nem álom, mert már túl vagyunk egyen, ami Kálói Molnár Petivel egy monodrámát forgattunk Buda Gábor rendezésében. Az elég nagy kihívás volt, de ennek még többet nem nagyon mondhatok róla, mert még vágás alatt van. Jó, akkor beszéljünk a másik témáról. Nyilvánvaló, hogy figyeljük, és azért elgondolkodunk rajta, hogy valaki eljutott az A ponttól meddig is, hát Z-ig, Z-ig még nem, de hát annak is mindennek rendelt ideje van, tudjuk ezt is. Beszéljünk a sziklamászásról. Azt hiszem, ez egy olyan extrém sport, amit valahogy el kell kezdeni, és mindig az első lépcső a legnehezebb felfelé. És utána pedig rengeteg kitartás kell hozzá, technika, akarat, nagyon sok minden. De menjünk ezen végig. Miért kezdtél el
pont ezzel a sportággal foglalkozni, hiszen bármennyire is extrém, ez nagyon is sport. Marha egyszerű válaszom van, cherche la femme. Keresd a nőt a háttérben. Barátnőm szikromászó volt, akivel akkor frissen megismerkedtünk, és hát engem nyilván mindenféle ilyen extrém sport már hát nem nyilván, hanem egyszerűen így születtem, tehát nagyon, nagyon szeretem őket, vonz. Vonz az adrenalin, nagyon szeretem a kihívásokat, a saját gátaimat ledönteni, meg félelmeimet adott esetben. És tehát, ja, hát az asszony. Értem. Tehát ez így van rendben, a lelked jobbik fele ezt kívánta, akkor ám legyen. Ez egy rendkívüli kihívás, én azt mondom. Igen. Hiszen igaz, hogy a mozgáskultúrák valamelyest hasonlítanak egymásra, de ez mégis különleges. Melyek azok az alapok, amelyeket például elsőként kellett megtanulnod? Bármennyire is tehetséges valaki ugye a sportban, az egészen bizonyos, hogy bármely sportban kezdő. Így van. Hát itt az egyik legfontosabb az, hogy mivel ugye hát többféle válfaja van, most nem is mennék bele ebbe, mert belekeveredünk ennek a sportágnak. Nagyon sok alfaja van. Amit mi űzünk többnyire, vagy tehát a három legmarkánsabb az épített falas, tehát műfalas úgymond bulderezés, ahol nem kell más biztosítás, és most mindjárt átérek, hogy ezt miért mondom el, mert mindegyik veszélyes. A legkevésbé veszélyes ez. Itt egy matrac van lenne, és maximum pár méter magasra mész föl. Tehát igen, nincs ezt, biztosítás. Látjuk, ezt látjuk számtalan így van, filmen, így van, így van, Fejérváron is van igen, bőségesen. Így van, de ebből is van olyan változat, ami magas. Az az úgynevezett high boulder, ahol hát ki milyen magasra mell fölmászni, gyakorlatilag 7-8-10 méterről is beszélünk, és ugyancsak matracra esik vissza. De van, ez már extrém, de van olyan, ami köteles biztosítással van. A másik, amit nagyon gyakran csinálunk, és ezzel is kezdtem, az pedig a szikla. Sziklán épített utakat, tehát előre fúrt utakat, rakod a biztosítóeszközöket, ezt sem mondom, ebbe sem megyek most bele. Kicsit bonyolult, meg talán nem is annyira izgalmas. De ott is, ott már sokkal veszélyesebb, tehát ott azért fölmész Magyarországon a egyik legmagasabb, sőt a legmagasabb sziklafal egybefüggő, az Tardosbányán van. Az 24 méter, gondold el, 8 emelet magas gyakorlatilag, tehát onnan lezuhanni, de már 10 méterről is az ember nyakát szegheti. Tehát azért kezdtem ebbe bele most, neked így részletesebben, mert a legfontosabb, ami alap, amit meg kell tanulni, az a biztosítás. Tehát az önmagad és a másiknak a biztosítása, hiszen általában párban másznak az emberek. Tehát ez ugyanúgy csapatmunka, mint a maximálisan. És az életedet bízod a másikra, konkrétan. Tehát amikor elvitt a barátnőt Tardosbányára, igen, rácsodálkoztál először. Hát egyrészt azért, mert belépsz egy olyan udvarba, ami monumentális, gyakorlatilag Gyűrűk ura helyszín, forgatási helyszín, hogy stílszerű legyek. Tényleg, az egy külszínfejtéses bánya, amit már elhagytak a gépek, és oda engedélye bement a sziklamászó egyesület, és csinált utakat, marha jó, nagyon jól néz ki. Tehát döntöttél, hogy igen, elkezded ezt a sportot. Melyik volt az első lépés? Nem is tudom, hogy ki talált meg, ő vagy én őt, vagy egymásra találtunk, és ezt most a barátnőmről is igaz, illetve magára a mászásra. Életformámmá vált gyakorlatilag. Tehát itt nyilvánvaló, hogy nem egymást követi, hanem párhuzamosan zajlik a technika megtanulása, igen, lépcsőfokonként, a másik oldalról pedig fizikai felkészítés, az igen, pedig teljesen más fizikálisan. Ahogy igen, néztem, tehát mindig sármos pasi voltál, aki viszonylag izmos, de most teljesen más az alkatod. Mondták ezt már mások is. Átformálódott az alkat. Hát egyrészt fogytam sokat. Ezt úgy mondanám inkább, hogy optimalizáltam a testsúly és a idézőjebb a lóerő arányt. Tehát minimalizálni a testet, súlyát, az a legjobb, legoptimálisabb alkata, aki a lehető legkevesebb súlyjal a lehető legnagyobb energiát tudja leadni. Ez viszont erő kell. Miként készülsz fel? Hiszen azért azt látjuk, hogy nem bodybuilder a kinézeted, nem, pedig fizikailag ez rendkívül megterhelő. Így van, de a nagy izom, tehát az izomszövet a legnehezebb szövet az emberi testen. Tehát hiába van neked Mr. Olympia,
óriási bicepszet, hátat, stb. Ezek az emberek, ezek nyilván testmagasságtól függően, de 100 kiló fölött vannak többnyire. Hát ez óriási súly, hiába van borzasztó ereje az izmának. Hamar elfáradt, tudod. Tehát, hogy a nagy súlyt nem tudja fönntartani sokáig. Itt az a lényeg, hogy sokáig tudja, nem hogy függőleges falon, hanem áthajlásban már lenni. Adott esetben nem ritka egyébként, hogy plafonban is mászol. Vannak olyanok, akik hosszú perceket képesek plafonban eltölteni. Ez nyilvánvaló technikai kérdés is azért, tehát azt erősítsük meg, hogy önmagában az erről semmit nem ér a technika nélkül. Sőt. Hogyan lehet fejlődni? Hiszen ha elindulsz egy falon, ami viszonylag egyszerű a kívülálló számára, tehát az épített falról beszélek, és akkor eljutsz Tardosbányáig, vagy nyilván külföldön vannak ennél sokkal extrémebb falak is, mármint sziklafalak. Abszolút. Akkor arra fel kell készülni. Az a tendencia most egyre népszerűbb ez a sport, hál' Istennek. Az a tendencia, hogy többnyire bent épített falon kontrollált körülmények között kezdenek a fiatalok, vagy a nem fiatalok, akár idősebbek is, mindegy, ezzel a sporttal foglalkozni, vagy ismerkedni. Én nem ilyen voltam, én a klasszikus módszerrel kezdtem, de nem is választhattam, fogták akkor már tapasztalt sziklamászó barátaim. A kezemet szépen idézőjelben, és egyből kimentünk sziklára. Én sziklán másztam, nem is másztam műfalon talán 2-3 évig, amikor már sziklát másztam azóta. Tehát nekem fordítva volt a szitu. A érdekes dolog, hogy nem tudom eldönteni, hogy és nem is tisztem, hogy helyes-e vagy jó-e az az irány, hogy először épített falon műfogásokkal és műlépésekkel gyakorolsz, és utána mész ki sziklára. Én csak annyit tudok mondani, az saját tapasztalatom, ezt fel tudom vállalni, hogy látok olyanokat, akik műfalon kezdtek, és már egy éve nagyon ügyesen, nagyon ügyes technikával, mert ott az bőven lehet olyat feldő, és borzasztó erővel kijönnek sziklára, és teljes zavarban vannak, hogy nem látja, hova kell lépni, nem tudja, hogy kell fogni a sziklát, nem tudja, hogy kell átforogni testsúlyt, hogy kell helyezni, tehát hogy teljes zavarban vannak. Ennek nagyon egyszerű oka van szerintem, tehát most kis túlzáson a sarkítok, de piros fogás, piros lépés, tudod? Tehát akkor látom, hogy azt kell lépni, azt kell fogni, és úgy mész. Tehát nagyon nehéz, tehát vannak olyan műfalas utak, amihez hozzásutok szólni én se, sőt, tehát borzasztó nehezek is vannak, de tehát nagyon, azt akarom mondani, nagyon szép és nagyon jó technikát el lehet sajátítani, de ott, tehát sziklán más a szitu, ott többféleképpen meg lehet csinálni. Ki kell találnod, hogy hova lépsz, hova fogsz, mit csinálsz. Nagyon érdekes mozgásvilágot tud egyébként. Mennyit kell edzeni? Kikényszeríteni. Kétféle edzés van, gondolom én. Az egyik oldal a tornaterem, tehát folyamatosan erősítesz, de speciális helyen és formában. A másik oldalon pedig ott van edzésnek maga a fal. Igen. Ez arányosítsunk, hogy melyik van túlsúlyban, illetve melyik a helyes arány. Hát, igen, erről konkrétan tudományos szakértekezések vannak, úgyhogy ebben nem... De nálad? Nálam az a helyzet, hogy én nem vittem el ilyen tudományos szintre, de azért megpróbálom egy kicsit odafigyelve ezt csinálni. Általában úgy néz ki, egy héten 4-5 edzésem van. Az a normális. Tehát ebből körülbelül, hát 2/3 arány van, tehát... Egy edzés az erőnlét, ez kifejezetten erőnlét, ez húzóckodásokat kell értsél rajta. Mindenféle olyan mozgást erősítek, olyan izmot, ami ugye a mászáshoz kell, tehát széles hátizom, stb. Alkar, ujjak. Amit kérdeztél, vagy mondtál, hogy speciális edzésforma az új, például az új erő, úgy hívják. Tehát, hogy minél kisebb peremeken be tudjál tartani először testsúlyt, de aztán nem csak testsúlyt, hanem húzockodást is képes legyél végrehajtani, hiszen ugye azt imitálod ezzel, hogy kis repedést fogsz meg, és úgy húzod föl magad a falon. Tehát most vannak olyan utak már, hogy nehézségi fok szerint egyre nehezebbek, például peremes utakra, így hívjuk őket, kis peremeket fogsz meg, utolsó új percedet nézd, és annak nem, hogy a fele, de inkább az 1/3.
Tehát olyan széles a perem, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 4-5 mm. Ilyeneket 2-3 ujjal, adott esetben egy ujjal betartani. Tehát simogatni azért még tudsz, nem? Igen, dokmunkás kezeimmel jön nagyjából. No, ez semmiképpen nem, tehát akciószerűen nem lehet csinálni. Tehát felkészülten lehet elindulni. Igen. Viszont nincs vége, ahogy mondtad, tehát a határokat kell, hogy feszegesd. Így van. Hol tartasz most körülbelül? Tehát aki tűzött célhoz igen, képest? Hiszen fizikálisan tökéletes állapotban vagy, annak ellenére, hogy azért majd a gerincsérveidről kell, hogy szó esik, nem titok ugyanis. Nem titok, sőt, mindjárt rá is tényleg nagyon-nagyon fontos. Szerintem ezért jött be az életembe ez. Ez biztos, hogy nem lehet véletlen, mindjárt rátérek. Fizikálisan nem vagyok tökéletes, és most nem az edzésről beszélek, de az edzésről is beszélek pontosabban, nem az egészségi állapotról, de az is közelítő. A kitűzött célhoz képest szerintem olyan háromnegyed úton lehetek nagyjából. Tehát még van hova fejlődni, és tudom, hogy tudok is, hogy látom magamon. Számokban most nem megyek bele, mert vannak, nyilván többféle skála létezik nehézségi fokokra ebben a sportban, de mindegy, most nem megyek bele. Gyakorlatilag még van hova fejlődnöm. Vannak úgymond példaképeid olyan, akire felnézel, hiszen úgymond a lehetetlent is megvalósítja ebben a sportágban? Persze. Van. Vannak zsenik, akik technikailag vannak, is tökéletesek szinte? Vannak olyan emberek, de Magyarországon is ismerek többet, talán egyet emelnék ki. Farkas Tamásnak hívják a fiatal srácot, aki gyakorlatilag, tehát nem is tudom, olyan mozgáskultúrával született, tehát hogy maga a technika már neki, mintha nem is kellett volna, hogy tanulja. Itt a lépéstechnikákról beszélek, arról a mozgásról. Én táncolásnak hívom, aki nagyon szépen mászik, az táncol. Úgy néz, mint a táncolna a falon. Nagyon szép mozgása van, a jogához nagyon hasonlít amúgy. Érdekes. És segít is ez társ hozzá, főleg tehát a lazítás. Is kívülről. Aki szép, tehát aki ügyesen és tényleg rutinosan tudja ezt csinálni. De itt említeni még nem menjünk messzebbre Fehérváron az egyesületünknek, a sziklamászó egyesületünknek, a Rótpunknak. Az elnöke, Abonyi Gábor például, ő is nagyon-nagyon szépen tud mászni, nagyon szép a mozgás kultúrája, tehetséges és nagyon erős mászó. De nagyon sokakat említhetnék, de nyilván ott van Szabó Tündé is, barátnőm, ő is, aki bevezetett ebbe az egész világból, és mint a táncolna, nagyon kecses mozgással. És akkor itt jön a lényeg, amit mondtál, és bocsánat, hogy ilyen barokkos körmondatokban mesélek erről, annyi mindent. Tökéletes voltam. Na. Annyi mindent tudnék, vagy ilyen mondani érdekeset. Igen, vannak sérveim, szépen, hát volt egy, illetve van egy velem született betegség, gerincbetegség, Sajerman kórnak hívják, és ez idősebb kortól, tehát ilyen 18-19-es kortól generál szépen egymás után sérveket. De nem tudsz semmit csinálni sajnos. Már műteni akarták, de nem hagytam. Van egy, három sérvem van egy erős, tehát egy előre haladott sérv, ami időnként nyomogatja is szépen az idegpályámat a gerincemben. Van egy közepes és egy kezdemény. Egy más fölött itt lenne a derekamnál. És ez a mozgásvilág, és kifejezetten egyébként a boulder, azért, mert az intenzívebb, tehát az épített falas, tehát hogy sokkal többet tudsz úgy mozogni, ez olyan úgynevezett letapadt mélyizmokat, a váz melletti mélyizmokat erősíti, amivel nem tehát a boulder a bodybuildinggel nem tudsz erősíteni, ez nem súlyzós edzés, nem a kinti látványos izmokról van szó, hanem a vázat tartja. És hogyha azt felerősíted, akkor átveszi a terhelést, marha egyszerű ennek a biológiája, vagy fizikája. Ez így néz ki. Gyakorlatilag nekem eltűnt a sérv fájdalom, vagy okozta fájdalom és panasz. Nagyon ritkán, hogyha nem vigyázok, persze előjön, tehát olyan mozdulatnál, de egyszerűen maximálisan kontrollálom, és ez már amióta mászok, ez folyamatosan egyre jobb. Eddig arról beszélgettünk, Ádám, hogy építetted fel, tehát íve volt ennek az egész történetnek. Igen. Azért volt, hogy leestél például? Igen. Ilyenkor mi történik? Tudom, hogy itt vagy jó egészségben, ez hála Istennek, de béna voltam, tanul az ember fél ebből? Abszolút, igen. Tapasztalatlan voltam, és hibáztam is.
részben tapasztalatlanságból, részben pedig azért, mert vakmerő vagyok. Mondjuk maradtam is, csak egy kicsit azért már visszafogottabban. Tehát már pedig ez egy gondolkodó sport. Igen. Tehát itt a IQ 80 nem játszik. Szerintem önveszélyes, és másokra is az. Tehát önmagában a vakmerőség az nem vezet sehova. Szerintem nem, meg tényleg tudni kell, tehát hogy tudni kell biztosítani a másikat, tudnod kell csomót kötni, stb., hogy fölvenni az eszközöket és használni őket. Vannak követőitek olyan fiatalok, akik azt mondják, hogy Abonyi Gábor szeretnék lenni, Szűcs Erzsébet szeretnék lenni, Romhányi Ádám szeretnék lenni. Tehát töpörtjük, ugyanis én látom az épített falakon, aha, hogy azért vannak picik. Így van. Red Rock mászóterem a Grósz Ákosék viszik. A Ákos nagyon ráment erre az utánpótlás vonalra, és nagyon helyesen is teszi. Fiatalok, ők többnyire viszik ki őket sziklára, és ők többnyire boulderben kezdenek, de vannak nagyon ügyesek, és nagyon nagy reménységek is. No. Most ott tartunk, hogy tehát 75%-ot mondasz magadról. Én azt gondolom, hogy ez akkor... ha elégedett vagy magaddal, akkor ez nagyszerű. Merre vezet az utad legközelebb? Tehát beszéljünk a terveidről. Még az elején a beszélgetésnek nem három félét, sokkal több féle változata van ennek, igen, a sportágnak, de három fő félét mondtam, amit mi űzünk, és pont a harmadikat nem mondtam, ami nagy kedvenc mostanában, de lehet, hogy az majd változik. Tehát a második volt a sportmászás, első a boulder, és a harmadik az pedig a nagyfalas mászás. Na, azt nagyon-nagyon-nagyon szeretjük. Ez mit jelent a nagyfalas mászás? Azaz, a ti olvasatokban. Az több száz méter. Legutóbb egy 600 méteres falat néztünk. Tehát ki. Kárpátok és így tovább. Igen. Erdélyben is vannak szépek, ott még nem sikerült nagyfalat mászni, csak a sportfalazni. Herkules fürdőn például, gyönyörű vidék. Az, igen. Nagyon-nagyon szép. De Tordas környékén is voltunk. Tordai hasadék környékén, így van, igen. Akkor voltunk a Gyilkostónál is, az Egyes kőn is voltunk fönn. Nagyon-nagyon szép helyek vannak. Az egész valahogy nem csak arról szól, hogy ez, tehát, hogy a maga a sziklamászás, természetesen ez a veleje. De van egy körítés, ami az egészhez hozzátartozik, egy egészséges izgalom, amikor az ember megtervezi az utat, több napokra mész el, adott esetben, szerencsés esetben hetekre akár, mint ahogy elmentünk például Olaszországba is, majd a Monte Carlo-nál voltunk finál elég úrében 10 napra mászni. Ezek mászótrippek, mászótúrák, mászótársakkal, arra jó hangulatban, esténként nagy beszélgetések a nap eseményeiről, és akkor ilyenkor ez az egész együtt van azzal, hogy közben pedig megmásztál egy, mondjuk Ausztriában is sokat vagyunk a Raxon, vagy pedig Grazer-Berglandban, Graz fölött egyik kedvenc hely, rengeteg számtalan, sok ezer úttal ott másztunk meg például az egyik barátommal, Imics Gáborral, aki Maci néven ismert, ő vele másztunk meg egy 300 méteres utat, ami eddig nekem a leghosszabb volt, egy 6,5 órás mászás volt, nagyon-nagyon tetszett. Tehát kinyílik a világ, igen, ilyetén módon, és ez nagyszerű. Igen. Egy sziklamászónak hogy kívánnak? Jó szerencsét? Nincs ilyen. Mit kívánok? Nincs ilyen. Jó pihenést. Akkor jó pihenést, Ádám, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Látunk el benneteket legközelebb? Van-e olyan terv, hogy itt Fehérváron bemutató, vagy hasonló? Nincs. Hát a Red Rockban szoktunk, főleg amikor rossz idő van, akkor Red Rockban szoktunk jelenni, illetve a Szent István Általános Iskola tornatermében nyitott napon egyébként lehet jönni bárkinek, érdeklődőnek, csak előtte beszélgessünk, hogy egyeztessünk. A Facebookon fönn van a road.sziklamászó egyesület, megtalálható, és ott a Gáborral, Abonyi Gáborral kell egyeztetni, minden pénteken lesz majd. Ha jól tudom, akkor októbertől, de nem biztos, azt hiszem októbertől vagy novembertől kezdődik. No, akkor én azt ígérem a nézőknek és neked is, rajtad keresztül Abonyi Gábornak, hogy egyszer bekukkantunk, hogy megnézzük. Rendben, ezt, várunk benneteket. Ádám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm én is. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmet. Romhányi Ádám volt a vendégünk, a Road.sziklamászó Egyesület egyik jeles tagja, aki egyébként kollégánk volt.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket még egyszer, viszontlátásra, minden jót kívánok!